A G7 stuttgárti nagyköveti találkozóján Mikola Szolszki, ukrán agrárpolitikai miniszter bejelentette, Ukrajna szükségesnek tartja egy befolyásos gabonexportáló országok szervezetének létrehozását, amely reagálna a globális piaci kihívásokra, számolt be az Agrárpolitikai Minisztérium sajtószolgálata. Ukrajna tengeri kikötői blokkádja miatt 7 millió tonna búza, 14 millió tonna kukorica, 3 millió tonna napraforgóolaj és 3 millió tonna napraforgó liszt és egyéb termény nem került ki a világpiacra. Ez a világpiaci árak rekordmértékű emelkedéséhez vezetett, mondta Szolszki. Az agrárpolitikai miniszter hozzátette. Az elkövetkezendő napokban a G7 mezőgazdasági minisztereinek közös, fenntartató megoldásokat kell kidolgozniuk, amelyek biztosítják a globális élelmezésbiztonságot és stabil gazdasági alapot teremtenek a gazdák számára.